A Jobbik Magyarországért Mozgalom képviselőcsoportja, frakciója kizárta Hősze Lajost a soraiból, és a frakción keresztül betöltött tisztségeiből visszahívta. A döntésnek a hátterében egy, mondhatom azt nyugodt, hogy hónapok óta húzódó bizalmi válság állt. Semmilyen indokot nem mondott azzal kapcsolatban, hogy miért is hívtak engem vissza. Valami olyan homályos megfogalmazás volt, hogy eltávolodtunk egymástól. Én hónapokkal ezelőtt beszéltem már a Lajossal, és próbáltam őt arra bírni, hogy a korábbi szerencsétlen gárdanyilatkozata után követett, megtörtént frakcióvezető helyettesi visszahívása után valahogy integráljuk őt újra a munkába, próbáljunk meg együtt közösen dolgozni tovább. Nekem nem azzal volt problémám soha életemben, hogy Magyarországon van vagy nincs gárda. A világ rengeteg országában van gárda, amely különböző közrend feladatokat ellát. A különbség csak az, hogy nem ezek a gárdák ugye nem egy párt befolyása alatt állnak. Egyre inkább úgy látszódott, hogy ő a munkáját, a tevékenységét nem tudja már, vagy nem akarja már egyre inkább összeegyeztetni a Jobbikéval. A Jobbik visszakozik, habozik kiállni a kormány mellett. Na kérem szépen, ezt így nem lehet csinálni. Sorozatos próbálkozásaim, beszélgetéseim nem vezettek eredményre. Én úgy láttam, hogy ő sajnos politikailag is, és ebből kifejezőleg sok esetben már szakmailag is olyannyira eltávolodott a Jobbiknak a alapvető irányultságától, politikájától, ami már nem lehetetlenítette, hogy tovább dolgozzunk együtt. Ezt így nem lehet csinálni. Úgy érezzük, és ezt Hősze Lajos maga sem tagadta, hogy eltávolodott a párt irányvonalától. Én arra panaszkodtam, ha szabad így fogalmaznom, hogy nem sikerült azt a küldetést beteljesítenem, hogy a Jobbiknak segítsek abba, hogy nyisson a középrétegek fele, habozik kiállni a kormány mellett. Ezen erőfeszítések között, hát, ahogy ez közismert, hát konfliktusok támadtak egy-egy akrabban a párt vezetésével. Ennek sajnos az lett a vége, hogy az országos elnökség döntött a visszahívásáról, múlt héten csütörtökön egyhangulag. Az országos elnökségnek egyébként, itt a kedves nézőknek mondom, van egy olyan joga, hogy a képviselők esküdtettek a Szent Koronára, hogy amennyiben az országos elnökség kétharmaddal visszahívja bármelyik képviselőt, akkor a képviselő önként visszaadja a mandátumát. Erre mindannyian esküdtettünk, Hősze Lajos is egyébként. Letette ezt az esküt még a soproni első frakció alakuló ülésünkön. Én a mai napon Hősze Lajossal ezt közöltem, ezt a döntésünket, aki azt a választatta a felvetett dologra, hogy ő nem adja vissza a képviselői mandátumát, tehát nem tartja az esküben foglaltakat. Nincs az az eskü, amire ő méltán hivatkozhatna Jobbik elnökségének, amelyik ilyen irányba vitte el a pártot, nincs joga a Szent Koronát egyáltalán ki se ejteni a száján. Nem volt hajlandó ennek az eskünek eleget tenni, nem volt hajlandó a mandátumát visszaadni, azt mondta, akkor inkább ő kiül a függetlenek közé, így nem maradt más lehetőségünk, mint hogy a frakciót összehívtam a mai napon hétfőn, és a frakció ülésen, ahol egyébként Lajos is részt vett és megkapta a lehetőséget, hogy elmondja a maga álláspontját, a frakció döntött arról, hogy kizárjuk a frakció soraiból és az ő általa betöltött tisztségekből is, oda pedig másokat fogunk delegálni. Amikor a program elkészült, akkor hirtelen nagy lett a szája az elnökségnek. Ezt így nem lehet csinálni. Nem vagyok hajlandó fenntartás nélkül elfogadni azt, hogy a párt egyre jobban sodródik az anarchia felé, egyre több a párt retorikájába és a megnyilvánulásaiba a fröcsögő rasszizmus. Mindig előjönnek a teljesen értelmetlen, mesterkélt, láthatóan öncélú rasszista megnyilvánulások. Vissza kell adni a normális politizálásnak a lehetőségét, de kiszűrve ebből is, végleg kihagyva mindenfajta anarchizmust, mindenfajta szélsőségességet és mindenfajta rasszizmust. Hát bizonyos sajtóorgánumok vagy személyek azt mondják, hogy a Jobbik egyre inkább puhul, egyre mérsékeltebb. Most Hősze Lajos azzal vádolt meg bennünket, hogy egyre inkább szélsőségesek vagyunk. Én azt gondolom, hogy ezek a vélemények mindig asztalanok és kioltják egymást. A Jobbik ugyanazon az úton jár, amivel megszerezte annak a közel 1 millió embernek a támogatását, akik belé helyezték a bizalmukat 2010 áprilisában, és én azt gondolom, hogy a sikernek, a jövőbeni sikerünknek is az a kulcsa, hogy erről az útról ne térjünk le. Tehát itt Hősze Lajos ugye kapcsán nem az történt, hogy a Jobbik eltávolodott valamitől, amit korábban képviselt, hanem az történt, hogy Hősze Lajos távolodott el a párt által tartott nyomvonaltól, irányvonaltól.
habozik kiállni a kormány mellett. Az alapszabály szerint frakcióból kizárni csak a frakció vezető javaslatára zárhat ki a frakció. Én ezt megtettem, nyilvánvalóan nem rejtettem vék alá a véleményemet, de senkinek nem volt kötelező ezt megszavazni. A frakció mégis így döntött, és én azt gondolom, hogy bölcsen és helyesen döntött így. Dum spiro spero, az ember azt hitte, azt gondolta, hogy kell a segítség. Kiderült, hogy nem kellett, eleve nem kellett a segítség. Lajosnak a szakmai munkáját mindannyian elismerjük, és sok szempontból hiányozni fog az ő szakmai tudása, de azt gondolom, hogy a frakció működőképessége, a frakció jó hangulata, harmonikus együttmunkálkodása kapcsán ezt meg kellett most lépnünk, és azt gondolom, hogy ez volt az elvárás nem csak az alapszervezeteink, a párttagjaink, hanem a szimpatizánsaink, szavazóink részéről is. Nincs semmilyen kooperáció köztem és a Fidesz között. Természetesen nekem megvannak a magam értékei, gondolatai. Mindig ott és úgy teszem a dolgomat, én ezt tanultam, ahol vagyok és ahová sodor az élet. Én szeretnék nagyon sokat segíteni a nemzeti radikalizmusnak. Nekem ez a fő gondom és tervem a jövőt illetően, és nem elsősorban más pártok. Kívánunk neki sok szerencsét és jó munkát további politikai pályafutásához, de mi ugyanazt az utat kívánjuk járni, amelyet eddig is jártunk. Annak a radikális változásnak a programjának a jegyében kívánunk tovább dolgozni, amelynek a jegyében bennünket több mint 800 ezer ember 2010 áprilisában az országgyűlésbe juttatott. Jó, köszönöm, viszontlátásra!